Megvan a bajnoki pont, ez a lényeg, de mennyire elégedett a játékkal? I think in under these circumstances the most important is the 2 points, of course, but also feel good when you. A bajnoki pontok mindig a legfontosabbak, úgyhogy nagyon örülök a mai győzelemnek, nem egyszerű fokon játszani, ezt már többször is megtapasztalhattuk, és igazából Bukarestet úgy jöttünk erre a mérkőzésre, hogy egy vereségből, mint a bajnokok ligájában szenvedtünk a Bukarestől, és ilyenkor nem könnyű játszani, de a csapat nagyon jó mentális erejét mutatta az, hogy jó teljesítményt tudtunk nyújtani, és hát nekünk is vannak problémáink, és Siófoknak is vannak problémái, de ez nem látszott a mérkőzés képén, jó ünnepe volt ez a kézilabdának. Milyen volt ez a mérkőzés belülről? Hát egy nagyon nehéz mérkőzés után érkeztünk Bukarestből, de örülök, hogy győzelemmel sikerült zárnunk ezt a meccset. Nálunk is és a Siófoknál is hiányoztak a kulcsjátékosok, úgyhogy mind a két csapat hasonló problémákkal küzdött, úgyhogy végeredményben egy jó mérkőzésen vagyunk túl. 27 kapott gól és 6 gólos különbség az Eto'o ellen. Mennyire elégedett ezzel, illetve aláírta volna ezt az eredményt a mérkőzés előtt? Nagyon-nagyon elégedett vagyok a mai mérkőzéssel, és boldog vagyok azzal a játékkal, amit sikerült kitennünk a pályára. Mindenki tudja, hogy mennyire nehéz helyzetben vagyunk. 4 kulcsjátékosunk is kivált a szezon során, és hát ez nagyon nem egyszerű feldolgozni, mind mentálisan, mind a játékból természetesen nagyon hiányoznak, de tényleg hát egy fantasztikus csapattal játszottunk. Amazing, and I'm very proud. Damjanovic kiválásával komoly kérdőjel volt a támadójátékban. Mondhatjuk azt is, hogy Ferenczi Frúzsi ezzel egy hatalmas lehetőséget kapott, de beledobva a mély vízbe. Mennyire elégedett a játékosának az irányítóban nyújtott teljesítményével? Nagyon-nagyon elégedett vagyok a Fuzsival, tényleg vezére tudott ma lenni a csapatnak fiatal kora ellenére, tényleg hát ez egy mély víz, ahogy ti is fogalmaztatok, nem könnyű, ráadásul az Eto'o ellen játszani, ez egy nagyon nagy teher, de kiállta a próbát, jól játszott, természetesen hát tud még ennél jobban is, de most Sanya kiválásával sokkal többet fog játszani, több lehetőséget fog kapni, és egy játékba fog tudni lendülni, úgyhogy számítunk rá. Igazi harcosként küzdöttél a Győr ellen, jól játszottál, jól játszott a csapat is. Mennyire vagy elégedett az eredménnyel? Az igazság, hogy ez volt az első alkalom, hogy tétmérkőzésen hármas védőként játszottam. Igazából elégedett vagyok a teljesítményemmel, tényleg kitettük ma a szívünket a pályára, és ez néha fontosabb, mint a képesség. Úgyhogy elégedett vagyok a lányokkal, büszke vagyok rájuk. A szerencse nem volt ma a mi oldalunkon, de hát nem szabad elfelejtenünk, hogy ki volt az ellenfél. Úgyhogy összességében elégedetten mehetünk haza. Mennyiben volt más a támadójáték most Damjanovic nélkül? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos játékos esett ki mind támadásban, mind védekezésben, a Sanya személyében, de nem nagyon tudom, hogy mi egyebet mondhatnék ezzel, mert igazából nincs értelme foglalkoznunk, ez már a múlt. Úgy gondolom, hogy egyébként a mai játékunkon nem látott azt, hogy bárki is hiányozna, de így folytatjuk tovább, ahogy ma is tettük.